ezek hát, a hogy nem értem az egész számlát. Ezt gondolom azt, hogy ugye nem fizettem. Lejárt 5 éve augusztusban a személyhitelem, utána fizettem még tudod a fix törlesztés 4 hónapig, utána januártól nem. Hát gondolom ez a késedelmi kamat, a pöcsöm tudja. Hát, de ha nem, nem érted, akkor meg kell kérdezni. De mondjuk ezt se értem, mert van itt egy záró egyenleg. 2269 forintért itt meg van egy nulla. Mi az, hogy jóváírás, terhelés? A terhelés az, amit nekem kéne fizetnem, nem? A jóváírás az meg, hogyha valamit kiegyenlítettem. Így van, tehát ugyanannyi jóváírásod van, igen, mint terhelésed. De különben fizetsz. Igen. Igen, de itt pont annyit fizettem be, amennyi ő adott egy... Akkor küldjön már hozzá egy használati utasítás, hogy hogy kell néznem. Jó, akkor tegyük azt meg, hogy most ezt... Biztos, hogy hiányom van, mert az ő izéje szerint tartozom. Igen, a papír szerint nem tartozom, mert itt meg nullás végészek. Még van egy papírom a postán. Hát nyilván ő vele különbe megyünk, hát gyerekek nem intézünk egyszerre 10 ügyet. Nem, hát összekeveredni. Most egyszerre egy ügyet, nézzük meg, mit szólnak hozzá, gyere velem, és maradjatok itt zárkozzal. Nem menjünk, Maci. De mindenki, hát hogy nem? Gyertek, gyertek, hát hogy nem? Különben nem. Milyen ügyben? Ügyben. Személykocsi. Kép és hangfelvétel. Mi? Mond! Nem járultam hozzá. Igen, és mi hozzájárultunk, hogy rólunk készítsenek felvételt? Mi sem, úgyhogy kapcsolják ki a kamerákat, legyen kedves. Na az a problémánk, ez, erre milyen jogszabály van? Na. Nem viccelgessünk. És akkor a gyerekkel eljövök, akkor a gyerekemet én hagyom, mert tévesen. Így mindannyian, a hölgynek a számlájáról van szó. Igen, az a kérés, hogy azt a jogszabályt legyen önkéntesen megmutatni. Nem? Legyen kedves megmutatni azt a jogszabályt, hogy a hölgy csak egyedül mehet be a bankfiókba. Na hát akkor én úgy gondolom, hogy akkor menjünk be. Nekem azon a kérésem, hogy ne zavarjuk a kulcsfogalmat. Nem zavarjuk, hát csak egyelőre sorban állunk. Tehát sorban állunk most még itt a világot. Semmi zavarás nincsen. Hogy? Jövünk, persze, akkor gyertek részre. Ja, hát akkor megint azt kérem, hogy azt a jogszabályt legyen olyan kedves elővenni, ami azt szabályozza, hogy csak egyetlen egy kő mehet be egy ügyben ügyet intézni. Hogy? Igen, a jogszabályt kérem, egy banki szabályzat nem írhatja felül a jogszabályokat. Hát ezt szeretnénk. Értem, ennek a jogszabályi alapját legyen önkéntes nekem bemutatni. És akkor azonnal elfogadjuk. Értem, és önök úgy gondolják, az... A 2500. Így nem nagyon halljuk, hogy mit mond a hölgy. Különböztetik az ügyfeleket, látod van, akik bemehetnek? Igen. Ez diszkrimináció. Értem, hát egy ügyfél megy be, csak... Ügyet szeretnék, kérdésünk van. Nem. Ön félreért minket. Kísérőt három igen? Tessék, parancsolj! Egyelőre még várj! Bocsánat, de mi is sorba állunk el, mit mert egyelőre? Mit volt, de azért menjen nyugodtan, persze! Menjen csak! No, hát most itt ezzel el leszünk egy darabig, mert egyelőre korlátozzák a jogait. De ezt mi nem fogadjuk el! Jó, hát egyre várunk itt a sorunkra. Jó, amíg kitalálják, hogy akkor hányan mehet. De én meg számlát szeretnék ítélni, mehetnék rá. Most másik hát nyilván, viszont... Egyedül nem nyitó számlát, mert átvágnak. Kettőt, így van, kettőt. De nem kettő, hát jönnek legalább 8-at be. Na de nincs itt a kirendeltségnek egy vezetője, akivel... Gyere Zsuzsa, még egyelőre itt vagyunk. Itt most éppen vívunk itt a bankkal. Szólj rám előtte, mielőtt jössz, hogy még vagyunk. De nem számlát akarunk, hanem hitelt akarunk. Rendben. Ha számlát akarunk, hitelt. Köszi. Minden.
Szia! Én meg kisebb szeretnék fölvenni. Most ne csukja be az ajtót, ne haragudjon. Én egyedül ne haragudjon, nem megyek be, mert átvágnak. Gyere, menjünk! Pofátlan vagy, nem? Egyedül nem megyünk be. Egyedül nem megyünk. Nem, hát jöjjenek be többen. Vagy bemehetünk mindannyian, hát gyere, menjünk meg egyedül ebben a fűnbarlangban. Bracival megy három, veled megy három, minden ügyintézővel megy három, és bent vagyunk. Hát még ezt is meg lehet oldani. Na, hát akkor osszunk be hármassával. Akkor bocsánat, nem? Egy kérdésem, lehet, ha bemennek, akkor a választási gyűlés már nem választás. Akkor itt... én nem megyek magukkal. Nem, itt már nem választás. Tehát benn már nem választási gyűlés, kint választási gyűlés. Jó, akkor mostantól, akkor ha bemennek, akkor nem választási gyűlés. Akkor nem, ha kijövünk, akkor megint. Csak ennyi volt a kérdés. Köszönöm. Itt vigyázzuk magukat. Köszönjük. Köszönjük szépen. Nem merek. De hogy? Nem hagyjuk. Elég nagy a dilemma, úgyhogy várjunk ezzel a mindannyian bemegyünk. De várjál, nem adjuk fel ilyen hamar, gyerekek. Még egyelőre hadd tanakodjanak. Előveszik az összes jogászukat, megtanakodják. Megnézik, van-e ilyen törvény? Persze, hát ezzel el leszünk délután ötig már meg. Dolgoznak itt, hallod? Ötször annyian vannak, mint úgy. Itt most megvárjuk, amíg... Annyira rosszul. Annyira megy a...